A hagyományokhoz híven ebben az évben is meghirdette rajz és alkotó pályázatát a Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Bereg. Demeter Zsuzsa, a hálózat kommunikációs menedzsere hangsúlyozta, arra kérték a gyerekeket, hogy nézzenek körül, mérjék fel saját cselekvési lehetőségeiket, írják le, rajzolják meg, hogy ők mivel tudnának hozzájárulni egy tisztább, élhetőbb környezet megteremtéséhez, és már nem csak az unokáikra, hanem bizony saját maguk jövőjére is gondolva. A Párizsi Egyezmény 2016-ban írták alá, és ugye ennek egyik célja, hogy csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása, és hát alkalmazkodjunk a globális felmelegedéshez. A pénzügyi folyamatok pedig segítsék ezt. Na most ezekkel a célkitűzésekkel az Európai Unió egyetért, és nem csak hogy egyetért, hanem fő célja, hogy az élen járjon a klímasemlegesség kérdésében. Ugye Ursula von der Leyen úgy fogalmazott a bizottság elnöke, hogy legyen Európa a világ első klímasemleges kontinense. És akkor itt az európai zöld irányvonal kapcsán gondoltuk azt, hogy a saját szintünkre helyezzük, és a Europe Direct hálózat, mint minden évben, egy rajzpályázatot hirdett meg. Ennek jegyében a fiatal generáció is kifejthette véleményét arról, hogyan lehetne hozzájárulni az élhetőbb, egészségesebb környezethez. Voltak, akik igazi alkotó fantáziájukat vették elő különféle energia és helytakarékos vagy környezetkímélő megoldások megtalálásáért. Zsigó Dalma Kamilla, a Szent Miklós görögkatolikus általános iskola 8. osztályos tanulója, különleges csepegtető, aeropómiás rendszert készített PET palackból. Egy ilyen vízújrahasznosító, ilyen 90%-osan megtakarítja a vizet. Ez úgy néz ki, hogy van egy PET palack, amelyben a négy oldalán van egy kis tölcsér alakú, szintén PET palackból kivágott tölcsér, amelyben növény van. Van egy szivattyú, ami lent kivezetődik a PET palack alján, és a tetején van egy szórófej, és úgy működik, hogy a víz az alján, az úgy felmegy a szivattyúba, és a szórófejen le, és akkor ezt Arduino-val meg lehet csinálni, hogy óránként 5 percre locsolja a növényt. Dalma elmondta, az alkotómunka nem csak kihívás, hanem minőségi időtöltés és élmény is volt számára, hiszen kreativitását megoszthatta édesapjával is. Az uniós prioritásokhoz igazodva 7 nyíregyházi iskolából, 2 általános és 4 középiskolából összesen 13 diáktól érkeztek pályaművek a Klímasemleges Európa, avagy Mit tehetek én című pályázatra. A diákokat és a felkészítő tanáraikat hasznos vásárlási utalvánnyal, írószerekkel, valamint a pályaműveket is tartalmazó kiadvánnyal jutalmazták.